amit mi rákapcsolunk. Tehát 500 éves volt. Igen, igen. És Spanyolországból került ide. Bogácsa. Úgy, mint a fény királynője, úgy jött ide közénk. És önök hozták ide Spanyolországban? Ennek az én története van, mert a kántor úr hozta el, a bogácsi kántor úr, és azt mondta, hogy ő neki feladata, hogy ezt el kell hozni. És elmentek érte Bogácsról hárman, és elhozták. Úgyhogy ez 2 hétbe került még Spanyolországba, aki ajándékozta ennek az embernek a nyaralójába, és oda. És akkor úgy került ide hozzánk. És itt emeltünk neki szép oldalt, gyűjtésből. A falusiak össze adták a kis pénzt, és akkor így szépen így elkészült a Mária kápolna. Az is volt valamikor is, és akkor ilyen nagyon szép helyre került. Kapcsolatban pedig azt tudnám elmondani, hogy legelőször is hinnünk kell, hogy segítséget kapunk, másik pedig kérni is tudni kell, meg kell fogalmazni azt, hogy mit is szeretnénk. Sokszor többet is kapunk, mint amit szeretnénk, de ez a lényeg az egésznek. És mik voltak azok a példák már, amik így előfordultak? Apró kis példák voltak, nekem ez le vannak írva. Igen, ezt nem mutatta meg senkinek sem. Mert nálam volt elhelyezve a Madonna 6 hónapig az én lakásomban, és ott napirenden történtek dolgok, ami csodálatos volt. De úgy gondolom, hogy ez megmarad nálam, mert személyre szólóak is voltak. Csodálatos. Azt hallottam, hogy legalább van aurája van ennek a szobornak, mint Jézusnak volt. Ez igaz ezek szerint. Hát igen, közel kell jönni, és meg kell nézni. Van, aki azt mondja, hogy nyitja és zárja a szemét. Olyan, aki fiatal és jól lát, és ő azt mondta, hogy nyitja és zárja a szemét, és csodálatos, itt él velünk. Tehát érdemes eljönni, akiknek ilyen igen. Problémáik van. Igen, elhaltam az elején. Csak ez már a második, amit... Ez a második, igen, a második könyv. És a Bogácsi templomnál vagyunk, amint látszik, itt a templom szomszédságában a temető található. Oda ment, nagyon érdekes dolgokat hallottunk a Zita nénitől. Ő hozta el Spanyolországból azt a Madonnát, ami itt található bent a templomban. Még ami nincs rajta a felvételen, arról mondanék pár szót, tehát nagyon érdekes, hogy a Madonna eredeti ruhája fekete, és utána terveztek hozzá egy helybéli hölgy, egy fehér ruhát. Annyi az érdekessége, hogy 7 darab arany mintázat van rajta. Miközben ő varta ezt a ruhácskát a Madonnához, közben csodálatos módon ő is meggyógyult, és gyakorlatilag kigyógyult a betegségéből. Ez a Madonna utána került ide. A Spanyolországban élő úriember egy svéd-magyar származású úriember volt, aki egyáltalán nem volt Isten hívő. Ő ezt a Madonnát egy aukción vásárolta, és az ő ismerőse volt az Ita asszony, akivel bent beszélgethettem, és neki ajándékozta ezt a Madonnát. Utána ennek a fekete alsó ruhára varták gyakorlatilag rá ezt a fehér színű aranyozott új ruhácskát. 3 ilyen Madonna van egyébként Spanyolországban, vagy volt Spanyolországban. Az egyiket azt ma is zarándokutokhoz használják és nagy becsben tartják. Ez a második, ez ide került a Bogácsi templomba, és a harmadikról igazán nem tudni semmit. Tehát 3 darab ilyen
csodálatos Madonna szobor készült. Ennyit tudunk még hozzátenni információként.